Vető János előadásában hangzott el a kiállítás megnyitón Baksas Sós János egy dala, akit sokoldalú alkotóként tartanak számon. Baksas Sós János a jelenleg Németországban élő 71 éves alkotó művész betegsége miatt nem vehetett részt a megnyitón. Ezt a kiállítást a Cseh Tamás Archívummal és a Székesfehérvári Szent István Király Múzeummal közösen hoztuk létre. Egészen odáig közösen, hogy mindannyian itt voltak a rendezésnél is. Egy hatalmas anyagról beszélünk, ez egy nagyon gazdag életmű. És Isten igazából ennek az életműnek olyan részeit szerettük volna megmutatni, amit nehéz lett volna egy képzőművész közreműködése nélkül ebben a formában is találni, és ennek a koncepciónak a kitervelője volt Kaszás Tamás, akivel és a csapatával is felépítettük ezt az egész teret, ami egy ilyen összművészeti hangulat, ahogy Andris mondta, egy ilyen kozmikus táj, így általában az emberi létezésnek egy olyan fokát vizsgálja, ami a természeti fokhoz sokkal inkább közelít, mint ami felé most tartunk. Ez általában egy jövőbeli állapot, amiket a műveken látunk, viszont most így a jelenből kommunikál, és ez a szépsége ennek a dolognak, egy ilyen nagyon erős természeti helyzet. Baksasos János így a 70-es évek első felében hagyta el Magyarországot, előtte a Keg zenekarnak volt a frontembere, és miután külföldre távozott Németországba, ő képzőművészetet kezdett tanulni. Kerámiával, festészettel, grafikával foglalkozott, és innentől kezdte el felépíteni azt a világot, amit most látunk. A kiállításban láthatók videók és diafilmek is, és szobrok is, több száz kis szobor látható a térben, amik diafilmeken is megjelennek. Ez azért van, mert hogy különböző jeleneteket rendezett be a szobrokból a művész, és általában ezeknek a szobroknak egy személyisége van, amik megtestesítenek egy olyan ideát, vagy egy olyan létfokot, amit fontosnak tartott a művész, és próbáltuk ezt úgy visszaadni, hogy nem feltétlenül pontosan megidézni azt, amit ő annak idején saját maga világában felépített, hanem ennek egy hangulatát visszaadni, amiben inkább így a szereplők kapnak hangsúlyt, illetve az, hogy hogyan tudjuk ezeket a szobrokat, ezeket a szereplőket így önmagában vizsgálni, és egy kicsit jobban közelebbről megismerni azt a világot, amit a művész maga köré képzelt, és valószínűleg a jövőben bekövetkezik. Kellemes illat, sejtelmes zene és félhomály, mely a kiállítás és az életérzés része. Ez fogadja a látogatókat augusztus 10-éig a Paksi Képtárban. Baksas Sós János műveinek egy része 2016 nyarán az alkotó családjának a segítségével a Cseh Tamás archívumba került. Ebben az archívumban, ahol a dolgait kezeljük, ott van sok száz órányi zenei anyag, sok száz kép, sok ezer oldalnyi napló, és ezekből kiválogattuk nem a legjobbakat, mert ez eléggé egy színvonalon vannak, hanem ami éppen nekünk a legjobban tetszett, vagy úgy a legjobban reprezentálja a korszakokat, mert ő kb. 30 éven keresztül napi 12-14 órában egyfolytában dolgozott. Baksas Sós János, Január Hercegnek a kiállítása. Ő egy olyan ember, aki nagyon nagy hatással volt nagyon sok emberre, viszont ahhoz képest eléggé ismeretlen. Most éppen betegen fekszik Németországban, nem tud mozogni és nem tud beszélni. Ez egy szokatlan dolog, mert ő nagyon sokat mozgott és nagyon sokat beszélt előtte egész életében. Megpróbáltuk abban a szellemben csinálni ezt a kiállítást, ahogy gondoltuk, hogy ő is csinálta volna, ehhez voltak támpontjaink, például 3000 oldalnyi napló, sok emlék. Ő arra törekedett, hogy amikor egy kiállítás van, akkor ez egy ilyen minden érzékre ható, ilyen templomi atmoszféra, ő így mondta, legyen. És hát amennyire lehet egy ilyen óriási nagy teremben, most itt az van. A nézők nem hallják, és hogy nem érzik, hogy olyan jó illat van. Például szedtünk hársfát, meg például amikor ő mutatta a dolgait, akkor gyakran bekente az emberek körül mindenféle illatokkal
a asztalt, ha éppen asztalnál ültek. Fecske madár, égre fölszáll, nem lesz eső, már nem van. Felhő